A szép kurvákat különféle csokis süteményekkel, pogácsával és üdítőkkel várták, természetesen a pálinka, a sör és a bor sem maradhatott el. Az 5 órai műsor megkezdése előtt már nagy volt a nyüzsgés, a régi ismerősök és barátok nagy kedvel beszélgettek egymással. Az este fő célja az volt, hogy az idősek kikapcsolódjanak és jól érezzék magukat, mondta Kelemen Ferenc, polgármester. Mindjárt kezdetben egy vár gondolattal kis köszöntővel nyitunk, utána jön a Cappuccino együttes, ami egy órás műsort fog itt majd prezentálni nekünk, és utána követi egy vacsora, majd egy sütemény, egy desszert, és utána meg kötetlen beszélgetés, és bízom benne, hogy jól fogják érezni magukat, akik itt vannak. Az, aki eljön, az szívesen jön, máskor is, eddig is voltak, ez most már 5. alkalom, hogy megrendezésre kerül. Aki az első alkalommal eljött, az azóta is itt van minden alkalommal, sőt, csapottak is hozzájuk már páran, de még nagyon sokan vannak, akik vagy betegség miatt nem tudnak jönni, vagy éppen azért nem, mert nem akarnak eljönni. Ugye mindenkit nem tudunk idehozni, de hát azokról se feledkezünk meg, igaz, hogy nem most, de ez az idősek napi program után december elején minden 60 év fölöttinek ajándékcsomagot részesítünk, és azt mi visszük ki személyesen, vagy személyesen én viszem ki minden egyet is időskorúnak. Palkó Lajosné már nem izményi lakos, azonban a szíve még mindig visszahúz a völcségi településhez. Nem itt élek most pillanatnyilag, ugye, hanem csak 2 kilométerrel arrébb, de úgy vagyok vele, hogy az embernek a lába az elhagyja ezt a területet, még akkor is, ha csak 2 kilométer, de a szíve, az soha nem. A szívem az mindig itt van. És én bár álmomban is legtöbbször itt álmodom. Mindegy, itt vagyok otthon. Igaz, hogy sokat, 30 évet dolgoztam itt, vagy nem csak 30-at, 30-at az önkormányzat iskolánál, de előtt a TSZ-nél is, amikor TSZ iroda volt, akkor is már itt voltam, és nekem Izmény az itthon. Itt szeretnék most, hogy ezekkel az emberekkel együtt itt eltölteni 1-2 órát, és én tavaly is nagyon jól éreztem magam, és hát örömmel jövök. És polgármesterrel máskor is, meg a több, tehát tartom mindenkivel a kapcsolatot. Ler Anna is várta az estét, és boldog volt, hogy itt lehetett. Köszönöm először is azt, hogy meghívtak erre az alkalomra. Most vagyok itt másodszor, és nagyon örülök ennek, hogy összejöhetünk ilyen sokan, idősek. 24 évig dolgoztam egy helyen, Pécs városi polgármesteri hivatalnál. Hála az Úristennek, egészséges vagyok, el tudtam jönni időskoromra való tekintettel is. Tulajdonképpen én itt születtem ebben a faluban, ez a szülőfalom. És nagyon szeretem ezt a falut, és a népét is, mindenki. 5 órakor a polgármester köszöntő beszédével nyitotta meg az estét. A fiatalok talán nem gondolnak arra, hogy mi is voltunk fiatalok. Mi is voltunk boldogok, vidámak, szerelmesek, ábrándoztunk a nagybetűs életről. Hittük azt, hogy mi életünk gondatlan, felnőtlen lesz. A kor nem foglalkoztatott bennünket. Fiatalon mindent másképp, mindent szépnek láttunk és reméltünk. Kelemen Ferenc a szokásoktól a jövőben sem akar eltérni, a következő években is szeretne gondoskodni a szépkorúakról és megtartani az idősek napi rendezvényt. Az este a Cappuccino zenekar ismert dalokkal szórakoztatta a közönséget. Az éjszakát, soha se fél, bár a sűrűvel, csupa veszél, azt beszélik róla, ravasz, mint a róka, jönnek.